Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Ez most egy ilyen kis külön kreatívos kiadás. Tűzijátékozásról fog szólni. Na, ez ilyen automatikus tűzijáték. Ugye nyomni kell egy gombot, és több különböző színű tűzijátékot lő ki megadott sorrendbe. Itt a szerkezet, ez úgy néz ki, hogy 8 darab diszpenzer van, diszpenzerenként van 64 tűzijáték benne. Diszpenzere úgy van bekötve, hogy van egy kot, alatta ugye van a redstone vezetés, alá megy, de én erre rárakok egy földkockát. Így amikor a repeater, ami 4-es fokozatra van állítva, tehát a legutolsó, ad jelet a kockának, a kocka alatta önmaga felett bal oldalt, jobb oldalt kiadja magából a jelet. Ezáltal az alsó redstone karika is, mert ott már csak egy ilyen kis karika lesz, redstone dust karika, ad jelet az alsónak, a kocka a felsőnek, és ha a tetejére is raknék egy redstone karikát, akkor a felső, még egy harmadikat is be tudnák vele kötni, de most nem szükséges a harmadik diszpenzer. Tehát nagyon egyszerűen jön egy kapcsolótól a jel, egy repeateren keresztül megkapja az első kettő, utána a második, harmadik, negyedik, kettő, és itt el is hal a jel, nem fog folyamatosan körbe-körbe menni, mert nekünk nem kell az, hogy folyamatosan menjen most a jel. Tehát innen indul el a tűzi játékok, ugye, amikor megnyomom, az összes kilövődik, és fönn meg felrobban. Ennyi. Hát nem hiszem, hogy ez egy olyan túlzottan nagy ördögűség megcsinálni. Ezt meg kell oldani, hogy vagy időzítve, vagy bármi más módszerrel működjön a kilövése. Meg mondjuk figyelnék arra, hogy ne egy sötét meg egy világos zöld legyen egymás felett. Utolsó az úgy nézem, hogy green ball, és a felső meg lime ball. Ez milyen ball? Ez pink ball. Ezt megcserélem. Ez mi? Light blue. A red, ezek már jók lesznek. Na, így jó néz ki. Meg lehet azt is csinálni, hogy egyszerre lőjek ide, igazándiból ez már lényegtelen. Egy kis átalakítás után egy újabb eredményt kapunk. Ismétlem. Hát ennyi. Most úgy működik, hogy van egy késleltetés. Sobban. Ennyi. Redstone-ja nagyon egyszerű. Ugye megint a kap ugye jelet a kocka, és az átadja a mellette lévőnek. És így halad ebben a rendszerben a jel, míg az utolsóig nem ér. Szintén benne vannak a tűzijátékok, itt van egy plusz 4x0,4 másodperces késleltetés. Ez az eredménye. Lehet alakítani rajta, hogy mondjuk minden második gyorsabb, hogy majdnem egyszerre érnek oda. Na hát így egyszerre megy ugye az első két sor majdnem, vagy hát ugye, hogyha
Opa, egyenesen telibe zárjuk, redstone-nal. Akkor ugyanez lesz az eredmény. És azt gondolkozok, hogy hogy lehetne még hosszabbra csinálni az egymás utáni jelet. Na mindegy, hát az a baj, hogy ugye három kocka hosszú ez a hely a kettő között, szóval itt pont nem tudnák be is forgatni egyet, meg bonyolult lenne. Na mindegy, hát ennyi. Nem kell egy nagy ördöngőségre gondolni. Akkor még lehet ilyet csinálni, hogy utójel. Egy repeater kell még. Ide kell egy beállítatlan repeater. Pont elrontottam. Mert hogy jóval tovább kell késleltetni a bejövő jelet. Akkor ezt még prezentálom. Hát ennyi. Szerintem ez így tökéletes kis tűzijáték rendszer. Nem egy olyan bonyolult, bárki meg tudja építeni, csak baromi sokat kell hozzá a tűzijátékot gyártani, ha sokat akarjátok persze használni. Elfogadható, csak a víztől nem lehet látni az effektet. Creeper bácsi az elmenekült a tűzi játék elől, látszik, hogy nagyon fél. Bugzik az egész. Ops, bocs, beleesek a vízbe. Na, repülj már ki. Szerintem ez tök szép lett. Na, köszönöm szépen a figyelmet, az ilyen kis mini redstone tutorialnak minősül. Valójában ez még nem redstone-ozás, tehát az, hogy bekötök pár repeatert, meg összekötöm a dispenserekkel, meg lerakom a dispenzert cuccal, ez nem minősül. Hát redstone-nak minősül, csak hát nem egy olyan nagyon nagy dolog. Köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást!